A hónap legjobb játékos a díj történetében először 2017 decemberi teljesítménye alapján egy kapus méghozzá a Martonvásár csapatából Szokoli Kristóf érdemelte ki az elismerést. Jöttem edzésre, és akkor az junior edzőm szólt, hogy én lettem a szavazatok alapján a legjobb játékos a hónapban. Na, nagyon drukkoltam neki, mert ő egy nagyon tehetséges kapus, és bár ő csak kisegít minket itt az ifi csapatban, mert ő elsősorban a felnőtt csapathoz lett ideigazolva, viszont mivel korosztályában még ugye belefér, így szerettem volna, hogy jöjjön segíteni, amikor tud. Jött, megtesz maximálisan mindig mindent, igazi sportember. Úgyhogy drukkoltam neki, szavaztam is rá, és így nagyon boldog lettem. Én voltam az első, aki felhívta, és szóltam neki. Nagyon örültem, egyébként nem számítottam rá, hogy én megkaphatom ezt, mert a kapusokra nem annyira szoktak figyelni az edzők. Így meglepett, mert úgy tudom, hogy nem sok kapus kapta ezt meg előttem. Olyannyira nem sok, hogy ahogy azt már említettük, Kristóf az első, aki kiérdemelte ezt a díjat. A csapat nagyon örült, mindenkitől kaptam a szép szavakat, hogy gratulálnak, meg ügyes vagyok, és hát ez egy jó pont ahhoz, hogy esetleg a csapattársaim a jövőben motiváltak legyenek, hogy megnyerhessék ugyanezt a címet. Ismerjük most meg egy kicsit jobban Szokoli Kristófot. Igazi kapus. Néha egy kicsit olyan bolondos, ha mondhatom így. Érden és Szászhalombattán nevelkedett, tehát ő azért egy magasabb szintű kapusképzést is kapott, ezáltal azért egy megyei ifi korosztályban azért tudja, hogy mikor melyik játékos hova fogja lőni, tudja a kötelezőt, és nagyon-nagyon gyorsan reagál, és egyből tud indítani. Tehát én azt gondolom, hogy a hosszú indításai egy adott védés után az 10-ből 9-szer bejön. Szerintem nagyon jól olvasom a játékosokat. Szerintem tudom azt, hogy hova fogják lőni, így egészen gondolkodó kapus vagyok igazából. Mindenki hallgat rá, tehát tudják, hogy a legrutinosabb a csapatban, tehát legrégebb óta ő kézilabdázik, és abszolút húzó ember. Úgyhogy ő mondhatja a védések után, a támadásoknál, az időkérés közben is bármit mond, figyelik a társaik és hallgatnak rá. Kristóf életét viszont nem csak a kézilabda teszi ki, a tanulmányai előtt pedig mindenki megemelheti a kalapját. Joghallgató vagyok, másodéves joghallgató. Hát nehezen, nincs túl sok szabadidőm, sokat tanulok, meg itt vagyok edzéseken, úgyhogy ez kicsit a szabadidőmből veszel igazából. Kristóf tehát nagy hangsúlyt fektet a tanulmányaira, de azért a kézilabdában is határozott tervei vannak. Idén a felnőtt csapattal vezetjük a bajnokságot, és szeretnénk följutni NB2-be, és ott elérni a minél jobb eredményt. De az idei terveim azok, hogy én legyek nem csak a juniorban, hanem a felnőttben is a csapat egyik meghatározó játékosa. Adácsi Franciskánál pedig zárásként arról érdeklődtünk, hogy a Martonvásári junior csapatnak milyen tervei vannak ebben a szezonban. Bent lenni az első 8-ban. Ugye tavaly 9-ek voltunk, ugye évvégén érkezett meg hozzánk a Kristóf, és ugye csak az alsóházi rejátszásban tudott részt venni, de ott ugye torony magasan kiemelkedett ő is, aztán ugye a végén az láttuk az eredményt, hogy mi is. Ugye volt több kiöregedőnk, most egy jóval fiatalabb társasággal vagyunk, de az első 8. Tehát felmértük azért már ugye az erőviszonyokat, mi szeretnénk, és azért küzdünk és hajtunk.